Régen. Anya, kaphatok enni? Persze, kicsim, hogy ne kaphatnál. Ó, mit szeretnél enni? Hát van itthon sajt, van itthon csirke, van itthon egy kis tej is. Tejcsi, tejcsi, tejcsi! Ó, azt mondtad, enni szeretnél valamit. Nem, jó lesz a tejcsi. Jól van, hát akkor így áll tejcsit. Na. Tessék, itt van. Köszi, anya, ez nagyon finom volt. Ó, hát nagyon szívesen. Most mit csináljunk? Ó, tudod mit? Ezt még elfelejtettem odaadni neked. Polipka. Polipka! Igen, polipka! Ó, mindig is ezt akartam a játékboltokban. Jól van, hát pont ezért vettem meg neked. Most. Jaj, édes drágám, hát el sem tudod képzelni, hogy mennyire szeretlek. Ó, hát én annyira szeretlek téged, mint az almát a fát, hiszen olyan piros az arcod, mintha csak egy almát látnék. De tudod mit? Nem is úgy nézel ki, mint egy alma. Te úgy nézel ki, mint egy ló, aki vágtat a természetben. És csak is azt keresi, hogy hol van a gyönyörű szép gazdája, és most megleltelek téged. Te vagy az én gazdám. Én vagyok a ló, te vagy az én gazdám. És ha akarod, lehetünk mindketten lovak. Jaj, drágám, ne legyél már ennyire vicces. Anya, kaphatok tejcsit? Nem kaphatsz tejcsit. Megmondtam neked, hogy csak vacsorára kaphatsz tejcsit. Mi az, hogy már most is tejcsit akart? Hát nem hiszem el. Oh, bocsi, néha vannak gondok a gyerekekkel, már egyébként is rühellem a gyerekeket. Édes, ő csak egy gyerek. Ne legyél már vele ilyen. Oh, hát, nagyon rosszak a gyerekek. Na jó, tudod mit? Én is utálom a gyerekeket, mert mondani is akartam, hogy nem kell úgy tenned, mint ha szeretnél a gyerekeket. Jaj, nekem is vannak gyerekeim, velük is vannak problémák. Jaj, édesem, te mindig annyira jó vicceket tudsz mondani. Utyák. Ó. Most már kaphatok végre tejcsit? Nem, megmondtam, hogy csak holnap reggel kaphatsz. De már nagyon éhes vagyok, anya, mikor kapok már végre? Semmikor, menjél aludni. Jaj, de hol is tartottunk? Ó, már nem is emlékszem rá. Na, de most már megyek haza én is. Jól van, menjél, édesem. Szép álmokat. Reggel. Jaj, de szép reggelünk van. Csodálatosan süt a nap. Gyerek, keljél föl! Hívd már a nevemet! Hívd a nevem! Nem érdekel, ameddig nem töltöd be a 12-t, addig gyereknek foglak hívni. De nyilván nagyon utálom ezt a nevet, te is tudod, buta! De ne, ne menj nekem dobálni könyveket! Aj, Istenem. Buta. Ahó, édes pici bogaram. Megérkeztem. Ó, hát itt vagy most már végre. Hát már alig vártalak, nemrég keltem föl. Hoztam egy kis meglepetést. Itt vannak a gyerekeim. Linda és Luca. Ők itt a lányaim. Hello. Szia.
Jaj, velük is van néhány probléma. Figyeljetek, takarítsatok ki a házában, amíg mi éppen elfoglaltak vagyunk, addig ki kell, hogy takarítsatok. Ugyanez vonatkozik rád is. Kitakarítás, míg mi éppen elfoglaltak vagyunk. Hol is fejeztük be tegnap? Ó, már emlékszem. Mutya. Miért nézel ki ilyen rosszul? Hát, kérlek szépen. Azért nézel ki ilyen rosszul, hogy anyukám azt mondta, hogy így vagyok szép, és nem is ad nekem most már juhát, csak ezt a buta pelust. Látom, nektek sem kedves az anyukátok. Utánom apát! Anyához akartam menni, de azt mondta, hogy ne mehetjük anyával, mert ők elváltak. Figyeljetek, gyerekek. Elmondja, mit kéne csinálni. Mit? A mi anyukánk nagyon kedves. El sem tudjátok képzelni, mennyire kedves. Vagyis hát pontosabban te, hogy is hívnak? Léna. Minden nap adott nekünk tortát, adott nekünk kakaót. Az én gyerekkorom is nagyon csodálatos volt. Minden nap kaptam játékokat. Álomszobám volt, olyan volt, mint egy palotában. És anyukám, az összes pénzt, amit magára költetett volna, azt mind ránk költötte. Tehát, fogalmunk sincs, hol lakik. De el fogunk menni hozzá. Hidd el, hogy neked is sokkal jobb lesz. És most már nem kell azzal a buta nénivel rakni. Az anyukáddal. Igen, nem akarok többet vele jakni. Én sem. Apával. Na, ma este meg fogunk szökni innen, ebből a házból. Megértettétek? Igen. Igen. Na, mehetünk is. Apa, itt aludhatnánk most? Nem aludhattok itt? Mit képzeltek magatokról, hogy itt akartok aludni? Csak annyira jó itt lenni. És tudjátok mit? Amúgy nem is annyira jó itt lenni. Na jó, amúgy utálom ezt a helyet. Megyünk most azonnal innen. Nagyon tudod mit? Szerintem inkább aludjanak itt, ha ennyire utálják ezt a helyet. Ó, szerintem is aludjanak itt. Na de én megyek is. Na pá, puszi. Na pá. Na gyerekek, aludhattok nyugodtan. Gondolom, hogy mindjárt itt a repülőnk. Szóval siessünk. A repülőn. Na most már itt vagyunk a repülőn, gyerekek. Most már minden rendben lesz. A repülő hamarosan föl fog szállni. 5 perc és felszáll. Jó van, most egy kicsit sokat fogunk repülőzni, gyerekek. De nyugodtan aludhattok akármikor. Tehát nincs megtiltva semmi. Ja.
Figyeljenek, kedves utasok, a repülő hamarosan le fog szállni. Oh, te jó ég, már hamarosan leszel a repülő? Úgy látszik. Jól van, akkor gyorsan. A repülő leszállt. Üdvözöljük a utasainkat Londonban. Na gyerekek, itt vagyunk Londonban, már csak néhány lépést kell tennünk, hogy odaérjünk anyához, mert ő közel lakik, vagyis hát pontosabban nem annyira közel, de éppen meg lehet tenni egy busszal, vagy akármivel. Jól van, akkor menjünk! Jól van, gyerekek, megérkeztünk. Elvileg itt lakik anya. Na mindegy, csengessünk be. Ó, ki csengett, vajon? Na mindegy, megnézem. Gyerekek, hogy kerültök ide? Elutaztunk Londonba, csak azért, hogy megtaláljunk. Ó, ez most tényleg? Azt hittem, soha többet nem foglak látni titeket. Ó, és te ki vagy? Lilának hívnak. Ó, apának van egy új barátnője. Igen, és neki a kislánya. Csak arra gondoltuk, hogy őt is elhozzuk, mert ő is nagyon kedves. Ó, akkor én... Akkor szia, én Szabó Izabella vagyok, de nyugodtan hívhatsz csak anyának. Jól van. Hát, hogyha már így vagyunk hárman ebben a kis házban, akkor a kisebbek aludhatnának esetleg itt, és mi meg mondjuk ketten azon az ágyon. Jól van. Hoztunk kaját, ételt. Ó, hát nem kellett volna hozni, mert egyébként is itt van étel. Hát azért a repülőre hoztunk meg, hogyha esetleg megéheznénk valamikor. Jól van, gyerekek, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Vége.